Na, sziasztok! Ez a Pecáz velem következő része. Nem tudom, mennyire fogtok hallani, mert eléggé fúj a szél néha. Na szóval, indítottam egy szavazást ugye a YouTube-on, hogy szeretnétek-e ilyen videót látni. És több mint 100 szavazat alapján az eredmény azt mutatja, hogy igen. Ez nekem is jobb, mert nem kell, hogy hopp, kapás van. Hát ez elment. Na szóval folytatva, ez nekem is jobb, mert nem kell vágni. Meg egyszerűbb ide letenni a kamerát, aztán elindítani. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem lesz rendes összevágott videó egész napos pecáról. Nyilván az is lesz ugyanúgy. Csak lehet, hogy az ilyenből több, mert ezt könnyebben össze tudom hozni egy-egy rapid peca alkalmával is, mint amilyen a mai is. A Diana horgásztavon horgászok. Ugye már két videóm is van innen. Most elég hülye idő van, mert 30 fokok voltak már. Viszont tegnap előtt jött egy hideg front, ami hatására most 10 pár fok van csak. És 1025 hektopászkál légköri nyomásról egy nap alatt szinte 1004-re leesett a légnyomás. Most már kezd kúszni fel, már 1005-1006-nál járunk. Próbálom takarni a szelet, de nem tudom, mennyire sikerül. Na szóval nem egy bottal horgászok, hanem egy ilyen, a tó ugye egy ilyen ellalakú, és az ellalaknak a belső sarkán ülök, tehát most ezzel a bottal, amit itt látok, metód szerelékkel vagyok. Nem a legkisebb csalival, mert sok a kárász, és Wundergraff metód pellet pak az etetőanyag, majd arról egy másik videóban fogok részletesebben beszélni. A másik bot meg mögöttem van, meg is tudom mutatni, az pedig a nagy víz fele néz, és úgy, mint az itteni pecáimnak a legtöbb részében, a parttól nem messze van bedobva, egy a maximum 10 méterre. A legelső itteni videómban bemutatott halibut pellettel, mint csali. És volt már is egy jó kapásom, csak sajnos bajlottam közben a telefonommal, így nem tudtam kellőképpen figyelni a fárasztásra, aztán lefordult. Már dél van egyébként, és nem nagyon megy a hal, ezért is jöttem ezzel a bottal ide, és fogtam egymás után két-két kiló körüli pontyot, amivel együtt már 3-at fogtam a mai napon. Meg azért csak sikerült pár darab kárászt is ráakasztani. Aztán remélem, hogy sikerül mutatni egy jó pontykapást, még ha piaci ponty, akkor is. Ez a bot egyébként egy 333 centi hosszú bot, 90 g maximális dobósúllyal, viszont elég lágy, és az egész teste lágy, nem csak a spic része. És nagyon nagy élmény fárasztani vele, akár kisebb pontyokat is. És érdekes módon azt vettem észre, hogy ugye már mindenhol árulnak metód. Hopp, hopp, na! Hát elég hülye kapás ez. Húzzad, szerintem rajta van. Igen. Viszont ez kárász. Már a kapásából látszott. Na szóval láttátok, mennyire húzta a spiccet. Agresszívan is kapnak, de ezen a boton elég jól látszik a kapás. Kárász bosa a banda nagy. Főleg, hogy ponty.
kárász. Azt hittem, hogy kis ponty, mert elég sárga volt az uszonya. Mint minden vízbe itt is jellegzetes a kárász, mármint a vízre jellegzetes kinézetű. Ilyen hosszúkás kárászok vannak itt. Nézzétek! Egyébként jó húsban vannak ahhoz képest, hogy ilyen hosszúkások, tehát nem arról van szó, soványok. Vissza is engedem. Felálltam és a szélre egyből borítaná fel a kamerát. Bemenekültek a pontyok, és lesz itt több. Most az a baj, lódok, hogy egyébként közben beleakadt a borog a merítőbe. Mutatom ezt a horgot, ha sikerül rá fókuszálni. Tehát már most is látszik, hogy nem úgy áll, mint ahogy egyébként járnak. És ezeket a vékony horgokat szeretem egyébként, és próbáltam már többféle márkát, többféle árfekvésű metód horgot, és ugye, mint mondtam, ezeket a vékony horgokat preferálom. És nézzétek, most, hogy kicsit visszahajlítottam, de gyárilag ez így néz ki. Na, fókuszálj már. Tehát így visszahajlik a hegye egy kicsit. Pedig csak egy kárászt fogtam. Ennél amúgy nem hajlik túl. Fogtam már vele 6 kilós pontyot. Nemrégen használom és konkrétan ezt a horgot. Azóta egy 6 kilós ponty volt a legnagyobb, amit fogta, és akkor is ennyire hajlott ki, mint amennyire az előbb mutattam. Tehát a hal nem ment el, viszont vannak olyan horgok, amik annyira kihajlanak, hiába drágább árfekvésű horgok, hogy egyszerűen kuka, és a hal is elmegy. Szóval ti tapasztaltátok ezt, vagy hogyha van valami olyan metód horog, ami biztosan nem hajlik ki, és vékony húsú is egyben, nem szeretem ezeket a durva vastag horogokat, mert akkor a wafter csak főleg annyira elbutítja, hogy nincs is értelme. A másik bot az csembe van nagyon sajnos. De nem volt célom igazából semmi a mai nappal. Sikerül nagy halat fogni, akkor ez van. Viszont ilyen összevágott videó biztos nem lesz, mert ettől a széltől sok minden nem hallatszik, szerintem. De azért még egy-két jó nagy halos kapást elviselnék, azt elmondom őszintén. Na szóval a horgokra visszatérve, hogyha tudtok jó horgot, ami metódozáshoz nagyon jó, dedikált metód horog, akár szakállas, akár szakáll nélküli, vékony húsú és jó, nem hajlik, jó hegye, akkor azt írjátok már meg mindenképpen a videóhoz. Egyébként azt hallottam, azt mondta itt az egyik horgász, hogy tegnap elég jól levett a hal. Több nagy halat is fogtak, mármint a piaci méretűtől nagyobbakat, 5 kilótól felfele. Viszont ma nem is láttam igazából, hogy bárki fogott volna eddig halat.
nem sokan, egy olyan 5-6-an vagyunk ott amon. Sajnálom azt, amelyik elment, az a nagyobb, bár a horog se olyan igazán nagy. Inkább használok át talán a kisebb horgot, megint akár rászúzgálni, úgy látom. Akár nagy csalihoz is, több mint 1 centis csalihoz is inkább használok kisebb horgot, és jobban elengedem a hajszálelőkén a csalit, mint a mostani esetben is a halibut peletet, eléggé elengedtem, 2 centire lóg le, és majdnem másfél centis a pelet. Elég távol van a horogtól, de egy horognak nem muszáj nagyon nagynak lenni. Egyébként ez pont egy olyan tó megint csak, ahol bármi pillanatban elhúzhatja egy akármilyen nagy hal is. És érdekes módon itt azt tapasztaltam, hogy halas csalival és halas etető anyaggal is simán jönnek az amúrok is. Tehát ráállnak nagyon. Sokat pecáznak itt bojlival, pelettel. Etetnek is velük. Aztán így az amúr is rászokott. El tudom képzelni egyébként, hogy ugye a tó nagyobbik részén azon hosszába végig fúj a szél egyébként elég erőteljesen, és itt ez a rész, ez a hátsó rész kicsit csendesebb, hogy lehet, hogy ide bejöttek a halak. Minden esetre itt már több kapás volt, mint a tó nagy részén. Azért most lehetne egy jót kárászhozni, tehát ha felraknék egy kicsit kisebb horgot, így metódra, meg azt a legkisebb peletet, ezt a kis waftert, ennek amivel most horgászok, ennek a kisebb verzióját, ami ugye ugyanúgy benne van a hozzában. Reggel azzal próbálkoztam, azzal kezdtem, általában mindig a kicsi csalikkal indulok reggelente. És akkor rengeteg kárászhattam, de és kárászhozást azért lehet csinálni, hogy ilyen rossz időben is. És ugye akkor is bebeugorhat egy-egy nagyobb. A versenyeken sokszor van így. Általában a hétköznapi pecán a horgász az megunja ezeket a kisebb halakat, rak fel egy nagyobb csalit, vagy máshová dob. Inkább szeret várni. Becske. Szépen elrohant vele. Nem tudom, mennyire fogjátok látni, meg hallani, de... Na nézzük.
Megmutatom, nem lett túl nagy hal, de... Hozott használsz? Jó, hosszú. Igen, szép. Ahogy látom, ott van benne egy kis spanyol minta is. Szoktam videókat feltenni, kettővel fönn, egyedülre még csak 54 feliratkozom van. Ha látom, te neked már elég éve ilyen, van 1000 feliratkozód. És egyébként mi a kutatod el, hogy iratkozol hetente videókat, és akkor előbb-utóbb megtaláljuk? Elköszönök, mert jött egy kollega, úgyhogy beszélgetünk. Sziasztok!